Kitörő kezdeti lelkesedéssel fogadta az első világháború gondolatát a monarchia. Legelőször érdemes megemlíteni, hogy maga a szarajevói merénylet megváltoztatta az emberek addigi hétköznapjait. Közvetlenül utána, június 29-én például a sajtóban dolgozók számára felfüggesztették a vasárnapi munkaszünetet, hogy mindenki számára elkészüljön a hír frissen. Június 30-án az esti újság hozta meg a gyilkosság hírét. Egész Budapest felbojdult. Mindenütt az utcákon, kávéházakban nyüzsögtek az emberek a híreken meglepődve. Ugyanezen a napon Bárci István polgármester tartott a zavargásoktól, ezért betiltotta a kávéházakban a zenét. Ez az emberek egyik addigi mindennapos szórakozásának forrását szüntette be. Bécsben nemzetközi okokra hivatkozva elmaradt az ügető verseny is. Hirtelen nem úgy mentek a dolgok, ahogy az megszokott volt. Németországban augusztus 1-e előtt még engedélyezett volt a háború ellenes tüntetés, amikor a monarchiában már háborúpárti lelkesítő felvonulások zajlottak. A háborúra készülődtek Bécsben is, július 26-án a háború mellett tüntettek az utcán zászlókkal, dalokkal. Néhány zenekar a Rákóczi indulót játszotta, és bizonyos emlékhelyeket is megkoszorúztak. A tüntetések mellett a tartalékosok ünnepélyes búcsúztatása is megkezdődött. Az estben olvashatunk egy kis pályaudvari párbeszédet, melyben a harcba induló állampolgár úgy felel arra, hogy szívesen megy a háborúba, hogy a háborúnak meg kell lennie, mert addig nem lesz békesség, ezért szívesen megy. A lelkesedés olyannyira áthatotta a levegőt, hogy még a politikusoknak is figyelniük kellett véleményük megfogalmazására. Például Károlyi Mihály külföldön veszteségesnek mondta a háborút, ám itthon ezt nem mondta ki. Születtek új katonadalok, új költemények, melyekben a dicső múlt gondolata fogalmazódott meg, és remény arra nézve, hogy az ország harcáltal felszabadulhat. Lelkesen énekelték a Kossuth Lajos azt üzente című toborzónótát, Kossuth nevét Ferenc Józsefére cserélve. Ebben ellentmondás található, hiszen 48-ban pontosan a Habsburgoktól való függetlenségért való harcra buzdított a nóta, ám most a régi dicsőség és a jelen vágyai valahogy összemosódtak, és az sem tűnt problémának, hogy a mostani célt az akkori ellenséggel való összefogással lehet elérni. A sajtó a szerb irredentizmus megállítására buzdított. Néhány lap, amely nem így tett, fenyegetés hatására változtatott csak a tartalmon. Például a szociáldemokrata Népszava háború ellenessége megváltozott, és már a katonai kötelezettségre buzdította az olvasókat, mert a magyar cenzúra a lap és a párt betiltásával fenyegette őket. Hasonlóan a költészet terén Gyóni Géza 1912-ben megírt egyik háború ellenes verse ügyészségi kihallgatás következtében 1914-re háborúpárti versé alakult. A monarchia 1914. július 23-án ultimátumot intézett a szerbekhez. Elérkezett tehát a háború híre, és az addigi lelkesedés még intenzívebbé vált. Propaganda jelleggel megjelent a színházi életben is, amivel a középosztályt igyekeztek megszólítani. Vidéken ezt a szerepet a viccek, a legénységben pedig a katonadalok töltötték be. A színház mégis olyan tömegesen átélhető élmény biztosított, ami vonzóvá tette az emberek számára annak látogatását. A színházi propaganda azért is működött, mert a középosztály belső értékrendjével megegyező üzenetet tartalmaztak a darabok, miszerint menni kell a háborúba. Emellett megfogalmazódtak olyan gondolatok is, mint a zsidóság asszimilációjának igénye, a teljes nemzeti és társadalmi integráció lehetősége a háború miatt, vagy előadásra kerültek olyan darabok is, melyben a hőstetteket mindig a magyarok hajtották végre. A háborús propagandával még a magyar kártyalapjain is találkozunk, ám az eredmények nem egyeztek a reményteli számításokkal, és ezért a lelkesedés sem tartott túl sokáig.